300 000 forint körül azért javarészt a régebbi 9 vagy 2000 előtti autókat találunk, amik alapvetően korukhoz képest még jó műszaki állapotúak is lehetnek, viszont mind biztonsági, mind kényelmi szempontból szűkösebben felszereltek. 94-es, valószínűleg újkorában Magyarországon forgalomba helyezett 3-as Golf. Ugye ez a megbízható jó német technika, valószínűleg a mai napig tudja. Kicsit nagyobb méreteiben, mint a Suzuki-k. 300 000 forint alatt egy nagyon jó választás lehet ugye a 3-as Golf 94-ből, akár a 98-as Corsa, vagy az F-Astra, amikből akár már 5 ajtósat is kaphatunk ennyiért. És ugye az olcsó, relatív olcsó és alacsony fenntartási költségű autók sorából semmiképp sem hagyhatjuk ki a Suzuki-t, hogyha valakinek arra van szüksége, illetve lehetősége. Ugye ezek relatív kis komfortot nyújtanak, viszont elnyűhetetlenek. Az 500 000 forint körül és alatti kategóriában jelentősen nagy számban megjelentek a külföldről behozott autók újra. Ennek egyik oka az, hogy általában jobb minőségűek, jobban felszereltek, mint a magyar testvéreik, illetve ugye a piac igényeit nem tudják megfelelően kielégíteni. Ilyen ez akár ez az Aróza lehet, ami ugye szerintem klímásban Magyarországon nem is volt, vagy a Ka, vagy akár a kis autó kategóriában egy picit magasabb áron, hogyha megnézzük a Pólót, vagy a Honda logót, ezek mind jól használható, mondjuk elsősorban második autónak használható. A következő kategória a durván 800 000 forintig bezárólag, abba akár már egy 2005-ös Ignis, vagy egy 2005-ös Albea is bele tud férni, ami egyrészt jóval fiatalabb konstrukció, ezáltal valószínűleg a fogyasztása is jóval alacsonyabb, illetve nagyobb családoknak is jobban alkalmasak, mint mondjuk egy B-Corsa. Ebbe a durván 800 000 forintig bezárólag terjedő kategóriába, ebben már az alsó-közép kategória 10 év körüli darabjai is beleférnek, amik azért már presztízsben is és méreteikben is nagyobbak, mint a korábban említettek, illetve adott esetben akár korszerűbbek, vagy kisebb fogyasztású dízelmotorral rendelkeznek, mint például a Focus Kombi. Akár fiatalabb kis kategóriás, de már 5 ajtós autókat is tudunk kapni, ilyen lehet ugye a Fabia, vagy a felső, vagy a közép kategória régi minőségében elismert darabja a Passat, ami 99-es 1.6-os benzines, 900 000 forintért tulajdonképpen egy jó választás lehet egy nagy családnak. Hogyha több ülésre van szükség, vagy nagyobb csomagtartóra, szintén jó választások lehetnek a 2000 körüli, vagy 2001 körüli benzines Zafirák is, amelyeknek ugye már ez az újfajta variálható 6.-7. ülése van, ami ugye belecsúszik a csomagtartóba, tehát gyakorlatilag a legkülönbözőbb módokon hasznosíthatók.